Amikor megláttam a programot, akkor volt egy olyan érzésem, hogy az a téma, amit eredetileg ígértem, hogy akár Erdély és a 30 éves háborúról szűkebben, akár az erdélyi külpolitika történetéről bővebben áttekintést adjak, az igazából nem lesz túlságosan szórakoztató. Nagyjából azt hiszem, hogy ez az, amit mindenki az egyetemen megtanul, a klasszikusokat mindenki nagyjából ismeri. Ez az, ami úgy alapból átmegy annak számára, aki Erdélyel foglalkozik. Úgyhogy én viszonylag keveset foglalkoznék konkrétan ezzel, és a második részben egy rövidebb kitérőt tennék egy speciálisabb kérdésre, ami nagyon örültem Gevé tanár úr előadásának, mert sokszor emlegette azt, amiről beszélni szeretnék, és különösen, hogy vitára hívott föl, mert úgy terveztem, hogy ez egy némileg más irányba terelem a közbeszédet, mint amelyre a tanár úr tette. Jó, tehát röviden arról, hogy áll mostanában a erdélyi külpolitika kutatása. Nem mondhatnám, hogy különösebben fókuszában lenne az erdélyi kutatásnak, én azt gondolom. Sokak szerint ez nem is nagyon baj, mert hogy már mindent tudunk, vagy legalábbis amit szükséges tudni, azt már nagyjából tudjuk. Ezt több oldalról is szerintem lehet vitatni. Egyrészt az a diplomácia történet, aminek az alapjait a 19. század végén lefektették, és ami a 20. század elején egy pár összefoglaló munkában nagyjából megszületett, az egy jelenlegi, mondjuk egy nemzetközi szintéren már nagyon régenek és feltűnően szakállasnak számít. Nem olyan régen volt egy konferencia Budapesten a Történettudományi Intézetben, kb. 40 a világ minden, hát legalábbis Európa minden tájáról érkező kolléga részvételével, ahol a bevezető előadásban Arnold Strohmayer felvázolt nagy trendeket, hogy mi történik mostanában a diplomácia történetben, és azt mondta, hogy kifejezetten, hogy a legfeltűnőbb az, hogy az a típusú diplomácia történet, amely arról szólna, hogy a követ ezt mondta, az uralkodó pedig ezt válaszolta, ez már szinte nem is létezik. A diplomácia történet rengeteg irányból kapott mindenféle impulzust, a kultúrtörténettől, a társadalomtörténettől, az eszmetörténettől, és számtalan új kérdés nyílt meg, és azoknak a kutatása indult el. Úgyhogy ha abból indulnánk ki, hogy Magyarországon tulajdonképpen, vagy az erdélyi diplomácia történettel kapcsolatban tulajdonképpen már tudjuk mindezt, amit érdemes tudni, akkor is lenne bőven mit csinálni. Ugye ebből a három irányzatból, amit itt most mondtam, igazából a társadalomtörténeti kutatások az egyetlen, ami valójában valamilyen szinten elindult. Jakó Klárának a kutatásával, ugye az erdélyi fejlenség déli irányba történő diplomáciát, illetve a Moldva és Havasalföld kancelláriáján dolgozó magyar írnokoknak a tevékenységét kutatja, meg hát jó magam próbáltam így az oszmán irányba ilyen kifejezetten rituálékat vizsgálni, de hát még rengeteg minden lenne. De hogyha nem is ezekhez az egészen új irányokat nézzük, engem egy svéd kollega egyszer megkérdezett, hogy hát mivel foglalkozom, és mondtam most éppen Bethlen Gáborra, és kérdezte, na jó, de hát azon belül mégis mivel? Tehát, hogy olyan nincs, hogy csak egyszerűen ember egy fél ember foglalkozzon. És el kellett neki magyaráznom, hogy hát ő szerencsés országból érkezik, mert náluk a 60-as, 70-es években ilyen hatalmas kötetek, minden kötet egy évtizedet feldolgozott a svéd nagyhatalomi politizálás történetéből, ami nagy léptékű külföldi kutatásokra épült, és komoly pénz volt az elkészültében, plusz meg volt hozzá ez iránt érdeklődő szakember is. Ez nálunk gyakorlatilag ugye kimaradt a 45 utáni időszakban, nem volt egyáltalán divat külpolitikával foglalkozni, úgyhogy pont ezek a nagy feldolgozások, amiből az alapokat úgymond tudnánk, nagyon-nagyon töredékesen vannak meg, tehát ugye Bethlen Gábor külpolitikájáról Angyal Dávid írta a legnagyobb rálátással rendelkező munkát, lassan, sőt, most már több mint 100 éves, igen, 120 lassan a kötet. Azóta is nyilván jelentek meg értékes résztanulmányok, de hogy egy ilyen teljes áttekintés, ez nem nagyon látszik, hogy hol lenne. Ami
Ezt mondom úgy, hogy, pont Bethlen Gábor időszaka az, amivel még a legtöbbet foglalkoztunk talán, és azt is hát ironikus módon a legtávolabbi helyekkel, tehát a Bethlen Gábor angol külpolitikájáról viszonylag az elmúlt években sok minden jelent meg. Nyilván ez az angol nyelvtudás terjedésének is köszönhető. És ugye csak egy pár nevet, hogy említsek, Kurusz György vagy Zalanocki Áron, vagy Kellner Anikó írtak erről mostanában. De Hámori Nagy Zsuzsanna személyében már a francia külpolitikájáról is van egy szakértőnk, aki ebben a disszertációját ennek fogja szentelni. Ami viszont korábban azt mondhatnánk, hogy hiányzott, a hatalmas szomszédok, egyrészt Lengyelország, hát ezt nem kell, ugye Egerben vagyunk, nem is kell említenem, hogy ki az, aki ennek szentelt számos tanulmányt, és utat mutatott, de hát még az egerbei tanárulnak a kitartása és munkaképessége sem volt elég ahhoz, hogy, minden területet lefedjen, és minden korszakban új eredményeket produkáljon. És korábban erre mondtuk, hogy ezt mondtuk volna a török részről is, hogy azt mondta 15 évvel ezelőtt az erdélyi török politikáról a Bíró Vence klasszikusán kívül, ami abszolút ilyen strukturális áttekintése a követség működésének, nagyon keveset tudtunk, ez most szerencsésen változik az elmúlt időszakban. Akkor most Papp Sándorra nézek, és rajta kívül Sodály Balázs vagy B. Szabó János is elég sok mindent tett le az asztalra, és még nem is hagyták abba a munkát. A legfurcsább az, hogy az a terület a legfejletlenebb jelenleg, szerintem, ami a legegyértelműbb lenne. Iszonyatosan keveset tudunk Erdély és a Magyar Királyság diplomáciai viszonyáról. Nyilván tudjuk a nagy szerződéseket, azokat legalábbis tudunk róla, hogy léteznek. De nagyon-nagyon-nagyon keveset tudunk arról, hogy ezek hogyan jöttek létre. Nagyon keveset tudunk arról, hogy a tárgyaló delegációknak a instrukciója hogyan álltak össze. Márpedig ugye a Magyar Királyságnak van egy elitje, ott nem egy ember találja ki, hogy mi lesz abban az instrukcióban, hanem egymással harcban álló és folyamatosan konkurenciát, egymással konkurenciát jelentő csoportok vannak. Legalábbis az esztergomi érseket, a nádort és a kancellárt érdemes lenne megnézni, hogy ki mit gondol és hogyan, milyen érvekkel vitatkoznak egymással. Ez szinte nem létezik jelenleg az ezzel kapcsolatos szakirodalom. Úgyhogy csak hogy egy kis, én is egy kis önreklámot is csináljak, mint ahogy Sanyi is mondta. Nekem jelenleg van egy kutatási projektem, ami a 30 éves háború időszakában a protestáns szövetség kialakulásával és működésével, tehát az Erdély a protestáns szövetségben való szerepét vizsgálja, ami főleg azért ezt kezdtem el csinálni, mert ugye volt egy lehetőségem, hogy Németországban több élet élhessek, úgyhogy ott egy csomó mindent össze tudtam szedni. De hogy a következő lépés, mihelyest ezek megvannak, és egy pár éven belül reméletileg ezek meglesznek, ez a Magyar Királysággal való viszony alaposabb feltárása kéne, hogy legyen, mert azt hiszem, hogy ott rengeteg teljesen váratlan eredmény kijöhet, mondom, és a teljesen új kérdések mentén is, tehát akár a diplomácia eszmetörténeti vonatkozásai, akár a társadalomtörténet kapcsán. Most kortyolnék egyet, ha lenne a környéken egy kis víz, mert hogy akkor belekezdenék abba, amit, hát volt egy kis lelkiismeret fölolásom, hogy a házigazdánk téziseit akarom közelebb érinteni, de azt gondolom, hogy azt is szeretném demonstrálni, hogy nem csak arról van szó, hogy nagyon sok mindent még nem tudunk, hanem hogy nagyon sok mindenről azt gondoljuk, hogy tudjuk, pedig lenne még mit végig gondolni velük kapcsolatban. És ez a pacifikáció és a Pax közötti különbségtétel lenne, ami, hát ugye Göbei tanár úr nagyon szépen előkészítette nekem az előadást, hogy most is szóba hozta. Ugye korábban, vagy korábbi irodalomban azt olvasható tőle, és ezt nagyjából ma is vázolta,
hogy nagyon fontos különbséget tenni a békekötések, illetve a megbékélési aktusok két teljesen különböző típusa között. Az egyik lenne a nemzetközi szerződésekre használt latin pax, kifejezés magyarul békének fordítható. A másik az egy uralkodó, az alárendelt alattvalóival kötött megbékélése, ami pedig a pacifikáció. Ha jól emlékszem, akkor tanár egészen pontosan ezt a két szerződést vetítettem most ki, de tényleg ezrével lehet hozni a példákat a hivatalos iratokból. Ebben Gebei Sándornak teljesen igaza van, hogy ezekre a magyar király és az erdélyi fejedelem között kötött szerződésekre minden alkalommal a pacifikáció kifejezést használják. Ugye lehet olvasni a szövegben, hogy amikor a szöveg saját magáról, tehát hogy ennek a szerződésnek a révén mi fog történni, azt mindig pacifikációként jelzi, és ugyanúgy utal vissza a korábbi szerződésekre. Ezt miért tettem be kétszer? Éppen ezért voltam eléggé meglepve, amikor egy pár hónappal ezelőtt találtam ezt a forrást a levéltárban. Sajnos a fotót nem tudom mutatni, de itt van az átirata, amelyben, ahogy fent olvasható, az erdélyi országgyűlés 1630-ban, ugye ez a Barandamugi Katalin lemondásakor vagy összehívott országgyűlés, biztosítja a magyar rendeket arról, hogy semmiféle ellenséges szándékuk nincsen, és hogy mindent, amit a császár, ugye a császár és királyi fennség nekik diplomájában megígért, ugyanúgy ők is a béke fenntartását fogják szorgalmazni. És ez tele van a PAX kifejezésnek, itt próbáltam kiemelni ragozott alakjaival. Aztán amikor végig gondoltam, meg egy kicsit még tovább kutakodtam, akkor rájöttem, hogy ez különösebben nem meglepő, mert hogy itt nem egy bizonyos szerződésről beszélnek, nem arról van szó, hogy egy megbékélési aktusról, hanem a békéről, mint állapotról, amelyben szeretünk élni, és amely a háborúmentes állapot, tehát ez egy teljesen más fogalom, mint a kifejezetten egy egyezményt vagy egy aktust jelző pacifikáció. Fogtam a korszak latinságának két magyar szótárát, amihez éppen hozzáfértem. 1604-ben kiadott Szenci Molnár Albert szótárában viszonylag egyszerű a megkülönböztetése. A Pax-ra azt mondja, hogy az békességet jelent, a pacifikáció pedig azt jelenti, hogy békességszerzés. Úgy tűnik, hogy 1762-ig nem különösebben sok minden változott, mert pápai Párizs Ferenc is pontosan ezeket hozzá számos példával illusztrálva, tehát a Pax békesség, egyébként vannak más jelentései is, a pacifikáció pedig békesség szerzés, még egy szép Cicero idézet is van, ami ezt mondatban mutatja. Nem voltam rest, és átlapoztam a másik fejére a szótárnak, ami ugye a magyar fordítja vissza latinra. És ez már önmagában meglepő volt, hogy ugye mind a ketten békességnek folytották a Paxot, itt viszont a békesség mellett a békét is, amit egyébként a másik irányban nem adtak meg, vagy nem adott meg Szenci Molnár se jelentésként. És a pacifikáció pedig, ha visszafordítjuk, akkor szintén a békességszerzésnél keresendő. Pápai Párizsnál béke Pax, a pacifikációt a békélésnél, illetve a békéltetésnél találjuk. Viszont itt felhívnám már a figyelmet arra, hogy ugye a pápai Párizs annyival fejlettebb már a Szent Simonnál, hogy a magyar terminust azt nem csak latinra fordítja, hanem németre is. És azt mondja, hogy a béke az der Friede. Ez nem nagy meglepetés. Békélés, die Versöhnung, bocsánat, kicsit el van mosódva, tehát ez a megbékélés aktusa, de ott van mellett az is, hogy der Vertrag. Tehát, hogy ez, hogy pápai Párizs szükségesnek tartja jelezni azt, hogy a pacifikáció az nem csak magát a béke állapotát jelentheti, vagy a megbékélés aktusát, hanem kifejezetten azt a szerződést, amiben
ez létrejön. És a békéltetés, ott alul, nem tudom mennyire látszik a hátsó sorokból, de szintén a felzőnungon kívül a Friedensstiftung, tehát a béke megalkotása, vagy a béke tárgyalásoknakon keresztül elért hát megbékélés lesz a folytás. És egy picivel még lejjebb lapozunk, akkor ismét találunk még egy paxot, ami a békesség folytása, és a békesség szerzésre, ugye, ugyanúgy, ahogy Szent Simonár annak idején hozza a pacifikációt, és azt mondja, hogy a Die Friedenshandlung. Tehát a pacifikáció jelenti egyrészt a béketárgyalásokat, a béketárgyalások révén elért megbékélést, és az ezt dokumentáló iratot is a pápai Párizs szerint. A pápai Párizs, míg a Pax, az mindezt nem jelenti. Vagy legalábbis pápai Párizs Ferenc nem tartotta szükségesnek ennek feltüntetését, ő azt mondta, hogy ez csak egy kizárólag az állapotot, ami a háborúmentes állapot. Ez 1762, ez egy viszonylag késői adat. Elkezdtem keresgélni, hogy hát ha másoknak vannak korábbi szótárai is. Van ez a Kamina nevű adatbázis, amit német latinisták állítottak össze. Ez 9-17-18. Századi tezauruszt tartalmaz, tehát olyan szószeteteket, amit nagy részű csak latinul magyarázza, de van olyan is, amelyik németre fordítja. A Paxra, hát ezt lehet látni, 5-en írták bele a 9-ből. Ez az 1761-es tétel, ez egyetlen az állapotot jelzi, tehát hogy nem semmiféle szerződésről nincsen szó. Adam Kirsch viszont 1774-ben, ugye a 7. jelentéskémmel feltünteti azt is, hogy ez szerződést is jelent a Pax. Ahogy egyébként a pacifikáció is. Itt mindegy, a korábbi adat az nem olyan fontos a mi részünkről, de hogy ezt pont nem lehet látni, mert a fekete részre esett, de lényeg az, hogy a pacifikációra is megmondja, hogy ez egy olyan szerződés, amivel a békétlenséget megszüntetjük. Tehát azt már tudjuk, hogy a 18. leültem a point, 18. század végén már, már van, tehát hogy biztos, hogy a Paxnak is és a pacifikációnak is van olyan jelentés, ami szerződést és béke létrehozását. De hát meg kíváncsi voltam, hogy ez a 17. század gyakorlatában, ha már a szótárak nem segítenek, akkor hogy néz ki. És előkaptam azt, ami a legautentikusabb forrás egy béke kutatáshoz, és az a Westfalen béke, egész pontosan a Osnabrücki. Ugye a Westfalen béke két béke szerződésből áll. És megnéztem, hogy hány alkalommal szerepelt benne a Pax. Ugye 9 alkalommal, ezen a linken el lehet érni kereshető PDF-ben, úgyhogy ez nagyon egyszerű volt megállapítani. És ebből a 9-ből 7 alkalommal ez az állapotra vonatkozik. Tehát ezt lehet látni például, hogy a legelső híres mondat, hogy legyen keresztény általános örök és igaz béke és őszinte barátság és itt tovább a kötőfelek között. Tehát, hogy ez ugye nem a megbékélés aktusa, hanem az, ami létrejön az aktus által. Viszont a végén feltüntetett 2, ha minden igaz. Nem. Tehát, hogy ebben és ebben találunk egy jelzőt a Pax mellett. Pax conclusa, vagy Pax composita ratificata. Ami azt jelenti, hogy ugye, ha csak az állapot lenne önmagában, akkor azt nem lehet se elvégezni, sem ratifikálni. Tehát, hogy ez akkor mégiscsak már van egy olyan, tehát hogy van egy jelentés árnyalata, ami a magára a béke megkötésének aktusára vonatkozna. Mondom, a 9-ből 2. Viszont, ha a pacifikációra keresünk, akkor 14-szer szerepel, és 13-szor azt jelenti, hogy ez a bizonyos szerződés, amit most olvasunk, ez a pacifikáció. Ugye ugyanez a post-conclusion ratificatum, ezzel a jelző szerkezettel, csak a pacifikáció használatával.
Ami azt jelenti, hogy az osznabrücki béke saját magára az esetek túlnyomó többségében, mint pacifikációra hivatkozik. És az egyetlen egyik kivétel, az ráadásul szintén egy 1629-es lübecki béke a császár és a dán király között, tehát szintén csak nagyon, nagyon common font érveléssel lehetne azt mondani, hogy a alattvalónak adott megbékélési dokumentumról van szó. Annak ellenére, hogy a dán király ekkoriban néhány birodalmi hercegként is működik, de mind dán király köti a szerződést. Ekkor elkezdtem gyanakodni, hogy lehetséges-e, hogy a 17. században egyszerűen a pacifikáció kifejezést használják minden egyes békekötésre. Tudnélik, hogy arra az aktusra, amivel létrehozzuk a békét, és a pax az csak az általánosan a helyzetre vagy az állapotra vonatkozó fogalom lesz. Ez egészen addig tartott, amíg mennén néztem az olivai békét, ami 1660-ban ott a részvevő felek fel vannak írva, azt nem fogom elmondani. Rögtön az első artikulusában, az első idézet az ugye majdnem megegyezik a Westfáliaival, tehát az szintén állapotot jelez, a második idézetben viszont huig paci contraria, ellentétesen ezzel a békével, tehát ő már a paxot is, vagy ők már a paxot is használják. Tehát most per pillanatot tartok, hogy nem tudom megmondani azt, hogy ja, bocsánat, még jó. Még van. Igen, itt tűnt fel az, hogy ugye a Westfáliai béke, amit ezek szerint saját magát pacifikációnak hívja, annak van egy kiadása, sőt, rengeteg kiadása van, és tradicionálisan Instrumentum Pacis Westfalicé, vagy más néven adják ide, Instrumentum Pacisként, amivel ugye a Pax-nak egy rakozott alakja. Úgyhogy fogtam magam, és hát találtam magamnak egy régi könyveket, nagy számban tartom az gyűjteményt, ez a Stasi Bibliothek zu Berlin, van egy online katalógusa, ami az összes könyvet tartalmazza, és egyszerűen beírtam a keresést, hogy Instrumentum Pacis. Kijött 175 találat, az elég sok, és nagyon érdekes fejlődés történetet lehetett megfigyelni. Az első, nem tudom, 20 tételnél minden esetben van a pácisznak valamilyen jelzője, de az semmi esetben nem a helyszínt jelzi. Tehát vagy azt mondja, hogy az első az rögtön a császár és a franciák közötti béke instrumentuma, vagy azt mondja, hogy az általános béke, vagy az örök béke, vagy a valamilyen békének az instrumentuma. Ugye ez azért érdekes, mert hogy itt a béke tulajdonképpen állapotot is, tehát az állapot jelentésben is elképzelhető, hiszen az az instrumentum, amivel létrehozom az örök békét. Ez nem feltétlenül magára a béke szerződése vonatkozik, hanem a béke állapotára is vonatkozhat. Egészen így van 1655-ig, amikor is az első példát találtam arra, hogy nem csak azt mondja, hogy instrumenta pacis generalis, hanem azt is megmondja, hogy hol, hogy melyik, tehát a Münsteri és osznabrücki békék, az viszont már nem lehet az állapot, hiszen nem arról van szó, hogy a Münster városban uralkodó békességnek ez az eszköze, hanem a Münsterben létrehozott békekötésnek az eszköze. Tehát, hogy itt van egy változás, van egy törés, és onnantól kezdve viszonylag párhuzamosan futnak még legalább a 18. század elejéig ez a két terminus, mint békekötés egymással. Ez az egyik kedvenc példám, amikor egy év különbséggel ugyanannak a szerzőnek a két kiadványa egyik pácist ír, a másik pacifikációt ír ugyanarra a Westfáliai békére. Ezt nem tudom, mennyire lehet látni. Aki nem látja, az el kell, hogy higgye nekem. És akkor, ha már ott voltam a berlini katalógusnál, akkor a pacifikációra is rákerestem, meglagozott a lakjaira, és találtam nagyon izgalmas, pont azért, mert kései, vagy viszonylag 1555-höz képest kései példákat. Az első az a 1660-ban a Roskilde-i békéről írja egy pacifikáció, amit a svéd és dán királyok kötöttek, tehát két teljesen egyenrangú személy. A második a Nijmegeni békéről szól, szintén pacifikáció címmel, még 19 évvel későbbről.
És az az utolsó, azt már csak azért tettem be, mert nekem nagyon tetszett. Tehát így örültem annak, hogy találtam egy olyat, ahol le is fordítja más nyelvre, de ezt talán már előtte a poént, hogy a pacifikációt Friedennek is fordítják németre, és hát nem szeretnék az osztrák tudományosság terjesztőjének bűnébe esni, úgyhogy ezt most így nem annyira akarnám kiemelni. Na, akkor eljutottam idáig, hogy akkor hogy a pacifikáció, tehát az első korszakban pacifikáció, utána a Pax is elkezd bejönni, és akkor szépen lassan ez végig, tehát hogy akkor szépen lassan átveszi a hatalmat, úgymond a Pax. És akkor kinyitottam, hát mit néz meg az ember, hogyha diplomácia történet elméleti oldalát akarja nézni, Grotius-t. 1625, tehát mindennél korábbi. És Grotius általában kerüli azt, hogy egyetlen szóval utaljon békeszerződésekre, tehát szereti körülírni, hogy olyan szerződések, amelyek befejezik a háborút, meg a béke konvenciói, de aztán van egy hely, ahol nem bírja tovább, és akkor azt mondja, hogy quod in pace dictum est, az teljesen egyetemen béke szerződésben leír dolgokat jelent. Ugye Grotiusról ez csak így hipotetikusan, ezt még ki kell dolgoznom, Grotiusról tudjuk, hogy ő nem a korszak példáit elemzi híres művében, tehát hogy minden egyes eset, amit ott felhoz és elemez, az a klasszikus latinitásból származik. Tehát nagyon elképzelhetőnek tartom azt, hogy ez a terminus is a klasszikus latinitásból származik, mondom, ennek még utána kell néznem, és hogy ezért nem szerepel nála a pacifikáció, mert hogy ez csak a korai-kori használatban lesz ilyen hangsúlyosan békeszerződés, mondom, ez hipotézis. Amit tehát nagyjából most el tudok mondani arról, hogy mi a 17. századi állapot, az gyönyörűen jelzi Carlo Caraffa és az ő titkárának levelezése, ez nem latin ugyan, hanem olasz, de két hónap különbséggel a Nikolsburgi békét Pacificazione di Nikolsburgnak, illetve Pace di Nikolsburgnak írják, tehát ha az ember fel is tud trendeket vázolni, nagyjából, de úgy tűnik, hogy hát teljes a káosz, vagy legalábbis ez a két terminus erősen összemosódik. Minden esetre, ugye ezt ne felejtsük el, hogy a Westfáliai békét is pacifikációnak hívják, és hát ezt muszáj megmutatnom még, mint hogy Gebei tanárunknak találtam egy olyan lábjegyzetét, amelyben kifejezetten megdorgálja a kollégáit, hogy nem különítik el a bécsi és a zsidó-katolikai békét, mert hogy a bécsi béke pacifikációval lenne, a zsidó-katolikai pedig Pax. Ez a nagyszombati szerződés második Mátyás és Betlen Gábor között abszolút magyar kancellárjai fogalmazvány, teljesen a mi közegünk, teljesen a mi korszakunk, azzal kezdődik pacifikáció, nem kulturkázitvatorok. És a Pax kifejezés kizárólag, mint a békesség állapota értelemben használja két másik helyen. Úgyhogy hát ezzel gondolom már meg is nyitottam a vitát, erre jutottam az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban, és hát akkor még egyszer csak, hogy összefoglaljam, tehát hogy azt nem tudom megmondani per pillanat, hogy a két fogalom egész pontosan hol és mikor különül el, hogy mikor miért használják az egyiket vagy a másikat, de azt elég biztosan tudjuk állítani, hogy a kettő között nincs ilyen státuszjelző különbség. És hát, hogyha a bécsi békét pacifikációnak kell hívnunk, akkor a Westfáliai pacifikációról is kell beszélnünk, ami pedig azt hiszem, hogy stilárisan nem követendő. Köszönöm szépen a figyelmet!